Maja Lönde, Hónővér, 22. fejezet. A választ meg sem várva elindultam az ösvényen. A temetőt körülvevő kerítés kapujához vezetett, a vízpart valamivel lejjebb volt. Nem néztem vissza, de hallottam Hedvig lépteit a hóban. Kissé bizonytalannak tűntek, minden esetre követett. Megálltam a parton, és néztem kifelé a jégre. Hó borította, de sok helyen ösvényeket váltak bele, és kisebb korcsolyapályákat alakítottak ki. Elindultam a part mentén, és hátra pillantottam, hogy lássam, Hedvig is jön-e utánam. Jött. Nem nézett rám, csak a jégre, és tekintete sötét volt a félelemtől. Nagyon sajnáltam, de mentem tovább, mert tudtam, hogy így helyes. A jégen kotort egyik ösvény olyan messzire kiment, hogy nem láttam, hol ér véget. Ott végre megálltam. Hedvigre pillantottam, és azonnal láttam, hogy jó helyen járok. Hogy ő is egy ilyen helyen indult el kifelé akkor, 50 évvel ezelőtt. Aztán nagy levegőt vettem, és odaadtam neki a korcsolyát. Elvette, de nem nézett rám. Az arca teljesen kifejezéstelenné vált, mint a fagyott talaj, gondoltam magamban. Leült egy kőre a parton, és elkezdte a lábára kötni a korcsolyáját. Csak álltam ott, és figyeltem. Azt sem tudtam, hová tegyem a kezemet. Zsebre dugjam-e, vagy hagyjam lógni az oldalamon. Egyszer csak hatalmas gombócot éreztem a torkomban. Hiszen nem azt akartam, hogy Hedvig elmenjen, hanem azt, hogy mellettem maradjon. Még 50 évig, vagy 100-ig, de nem szólhattam semmit. Az ő kedvéért. Időközben felkötötte a korcsolyát, és felállt a kőről. Ott állt előttem a jégen, és végre felnézett rám. A könnyek csöndben potyogtak a szeméből. A kezével megtörölte az arcát, de a könnyei továbbra is folytak. Nem muszáj, szólalt meg szinte elhaló hangon. Nem muszáj elmennem. Maradhatok még egy darabig, legalább holnapig, vagy akár karácsonyig. Emeltünk a gajvillába kakaót inni, még utoljára. Nem, Noel? Légy szíves! Tiszta szívemből kívántam, hogy igent mondhassak neki, még egy bögre kakaóra. Semmire sem vágytam jobban. Nem, feleltem. Nem lehet. Te is tudod. Mert nem láthatom többé a gajvillát úgy, amilyen. És nem sokára talán téged sem láthatlak többé. Éreztem, hogy egy csuklás elindul a mellemből, és felfelé indul. Bögni lett volna kedvem, de nagy levegőt vettem, és igyekeztem nyugodtnak maradni. Muszáj menned, Hedvig. Muszáj. Bólintott, a könnyei egyre csak potyogtak, éreztem az arcomon, amikor odahajolt és megölelt. Megint elkeveredtek az enyémmel, és egyikünk sem próbálta letörölni őket. Sokáig ölelt, és egészen melegnek és elevennek tűnt. Szia, Noel, köszönt el. Szia, Hedvig, mondtam. Rettenetesen fogsz hiányozni. Ebben a pillanatban elerett a hó. Könnyű, finom hókristályok hultak alá az égből. Hedvig feltartotta a kesztyűjét, hogy néhány rátelepedjen. Aztán megfogta és felemelte a kezemet, hogy az én kesztyűmre is ráhújjanak. Valahányszor esik a hó, gondolj rám, mondta, és jusson eszedbe, hogy ott vagyok minden egyes hópehelyben. Te vagy az én hónővérem, feleltem. Hedvig bólintott. Igen, az leszek. Szia, hónővér, búcsúztam, majd találkozunk. Találkozunk. Hedvig szipogott, utoljára megtörölte az arcát, majd a fjord felé fordult. Az első lépést bizonytalanul tette meg a korcsolyával, mégis egy méterre jutott tőlem. A következőt már maga biztosabban, azzal még messzebbre ért. A harmadik egész határozatra sikerült, és azzal már egészen messze járt. Nem fordult meg, csak a hátát láttam, a piros kabátját, amely rendületlenül haladt előre. És a hangját is hallottam, mintha a korcsolya énekelt volna a jégem. Most pedig
Eltűnik a sötétben, gondoltam magamban. Köddé lesz. Belezuhan a légbe. Most. De aztán hirtelen történt valami. Az ég sötét felhői megnyíltak, és a köztük megjelenő résen át megpillantottam az eget. Egy csillag erősen és tisztán ragyogott le a jégre. Hedvig a fénycsóva felé vette az irányt, gyorsan haladt. Csak úgy száguldott. A csillag egyre erősebben ragyogott, mintha egy nap lett volna. Egy meleg, sárga nap. Hedvig nem sokára odaért a jégen tündöklő csillagfénybe, szinte teljesen megállt és lassan belesiklott. Aztán felén fordult, láttam rajta, hogy boldog. Minden ízében az. Ahogy ott állt, még egy alak jelent meg mellette. Nem láttam, hogyan került oda, de egyszer csak belesiklott a csillag fényébe. Egy lány volt, nagyobb Hedvignél. Ő is megállt és rám nézett. Aztán elmosolyodott. Olyan mosoly volt, amely azt közölte, soha nem lesz semmi baj. Minden jó és biztonságos. Juno volt az, a nővérem. Felemeltem a kezem, és integettem neki, mire ő is megemelte az övét, és visszaintett. Aztán Hedvig felé fordult, és megfogta a két kezét. Először csak álltak ott, és nézték egymást, mintha ismerkednének. Aztán Hedvig bólintott egyet. A két lány lassan pörögni kezdett, együtt írtak le egy piruettet. Először lassan forogtak körbe-körbe. Aztán begyorsultak, egyre csak pörögtek, egyikük sem botlott el, és meg sem ingott. Körbe-körbe. Egyre gyorsabban és gyorsabban. Nem sokára úgy tűnt, mintha csak egy ember lenne odakint. Úgy néztek ki, mint egyetlen óriási búgócsiga. Pörgés közben felkavarták a havat. Egyre többet. A hópelyhek csillogtak és sziporkáztak körülöttük. Lassanként egész hófelhőbe burkolóztak, amitől már semmi más nem láttam, csak a levegőben kavargó kristályokat. A hó aztán leszállt a jégre, és a felhő szerte foszlott. Juno és Hedvig viszont eltűnt. Csak a hópályák maradtak. Ekközben ismét összesűrűsödött a sötétség az égen, és eltakarta a csillagot. Nem sokára semmi fény nem látszott. Én csak álltam ott, egyedül a hidegben, a télben, az éjszakában és a sötétben. Annyira boldog voltam, hogy láttam Junot, hogy még jobban zokogtam. De azért is sírtam, mert hiányzott. Juno, a nővérem, minden porcikája, a mosolya, a könnyei, az, ahogy éjszakánként magához ölelt, amikor féltem. Most azonban egyedül maradtam, és már Hedvig sem volt nekem. Teljesen, egészen egyedül voltam. Éppen ott hűpögtem, amikor hirtelen hangokat hallottam a hátam mögül, a temető felől. Három hangot, egy nagyon vékonyat, egy egész magasat és egy nagyon mélyet. Mindet jól ismertem. Noel, kiáltozták. Noel, itt vagy? Szólt a legmélyebb hang. Nem tudtam felállni. Noel, kiáltotta a magasabbik hang. Noel, ha-hó, kisfiam! Aztán a legvékonyabbik is megszólalt. Bátyuskám, kiáltotta. Bátyuskám, hol vagy? Ekkor nagy levegőt vettem, és végre sikerült visszakúrjantanom. Igen, itt vagyok, anya, apa, itt vagyok, Augusta, erre. Aztán futásnak eredtem a temető felé vezető ösvényen. A lábaim szinte repültek a hóban. Ekkor észrevettem, hogy futva közelednek felém a temetőn át. Addig szaladtunk, amíg el nem értük egymást, és amíg nem éreztem, hogy a karjuk átölel. Anyáé, apáé és Augustáé. Mindhármukat megszorongattam, ők is engem, ahogy régen. Csak még erősebben és még forróbban. Ettől nyilván még jobban bőgtem, de ezek az édes könnyek. Édes könnyek voltak. Mivel nem voltam egyedül, ott voltak nekem ők. Anya, apa és Augusta.